Élet az akkor lesz szép, és akkor lesz mire emlékezzünk, hogyha van benne néha bohémság. Puccini legendás operáját próbálják az Erkel Színházban. Legendás, mert 125 éve mutatták be először, és legendás azért is, mert az operában az 1937-es Nádasdy Kálmán rendezésben és Olá Gusztáv díszletében szerepel a mai napig karácsony idején a repertoáron. Van, hogy a közönség megtapsolja ezt a díszletet. A nyitókép a lerongyolódott padlásszoba 84 éve változatlan, ahogy a darab összes többi helyszíne is. A kézzel festett vászon, kapuk és fa tartó elemek rendíthetetlenül kitartanak. Olá Gusztáv tervezése pedig effektek és technikai újítások nélkül a maga párizsias valóságával szólítja meg a közönséget. És a zene is varázslatos, melynek minden dallama és harmóniája összhangban van a történettel, tökéletesen festi le a négy bohém jellemét is. Olasz zene, de nem tipikus olasz zene, sokkal inkább egy olyan fajta franciás színvilággal, olyan mélységű, olyan színskálával élő zeneszerző, akihez nem lehet sablonokkal hozzányúlni, és ami a nehézséget csak tovább fokozza, hogy ez taktusonként más és más. Elképesztő dinamikával, intenzitással szövi a drámai fonalat a színpadon, és ezt erősíti a zenekarba. Tehát egy nagyon, nagyon komoly koncentrációt igényel a muzsikusoktól, hogy ezt olyan szinten előadják, ahogy ezt Puccini leírta. A történet az 1830-as évek Párizsát idézi, ahol négy bohém, a költő, a festőművész, a filozófus és a zenész életébe csöppenünk. A cselekményt az opera irodalom egyik legszebb románca bontakoztatja ki, mely a halálos beteg hímzőnő Mimi és a költő Rodolfo kapcsolatában indul. A 4 decemberi bohém élet előadás igazi csemegét ígér. Boncsér Gergely, azaz Rodolfo szerelmét, Mimit a karácsonyi időszakban az olasz lírai szoprán énekesnő Angela Nissi alakítja, aki rendszeres fellépője a világ operaházainak. Puccini operájához minden alkotónak és művésznek megvan a maga kötődése, Boncsér Gergelynek különösen, hiszen Rodolfót alakította élete első főszerepében. Amióta szólista pályán vagyok, ez engem elkísér ez a szerep, hál' Istennek. Több rendezésben is játszhattam itt az Operaházban is, hiszen a Bohém 2.0-át is játszottuk, amit nekem volt szerencsém bemutatni, és nagyon szerettem, és nagyon szerettük, és hál' Istennek vissza is fog térni. Schäfer Orsolya pályáját is meghatározta Puccini operája. 10 évvel ezelőtt kapta meg Müzetta szerepét, ami akkor jelentett némi kihívás számára. Akkor a kacér oldalával eléggé meg kellett küzdenem, mert valahogy ezek a kis bájos naívák, azok voltak a könnyebben megfogható karakterek. Itt meg azért már ravaszkodni, huncutkodni, ügyeskedni kell, el kell csavarni a férfiak fejét, és valahogy ez nehezenben jött. Nem tudom miért, talán azóta jobban megértem erre. Ez az előadás nem csak a közönségnek, hanem a művészeknek és a háttérdolgozóknak is egyaránt meghatározó. Márk Tivadar eredeti jelmezeire az öltöztetők és a művészek különösen vigyáznak, hiszen pótolhatatlan darabok eszmei értékkel bírnak. Ilyen kis kufiétát vásárol ajándékba Miminek. Az a kufiéta, ezt régen így használták a fejre. És akkor ez a kis kellék darab, visszaköszön majd a negyedik felvonás végén is. A bohém élet különlegessége a mi részünkről a részletekben van. Van olyan darabunk, amiben csak 5 darab kellék játszik, a bohém életben majdnem egészen pontosan 480 darab. Itt vannak az én kis írományaim eltéve a fiókba, amit aztán végül a darab elején feláldozunk annak érdekében, hogy egy kicsit befűtsük ezt a szobát. Itt lapul az a kufjetta, amit Miminek, amíg a második felvonásban vásároltam.
Egy olyan szerző, aki pontosan tudja, hogy mit akar, és ezt a zenében kifejezve olyan erővel, drámai erővel írja le, hogy ha ezt a színpad vele együtt csinálja, akkor egy elképesztő élményt tud nyújtani. Általánosan elfogadott nézet, hogy a bohém élet Puccini egyik legkiválóbb alkotása, bár a zeneszerző nem így vélekedett róla. Mégis számos érv szól amellett, hogy az esztéták nem tévedtek. Végtelen finomságú és aprólékos műgonddal kidolgozott témák, dallamok váltakozása, mondhatni vibrálása ad az egész operának nagyon valóságos és emberi életszerűséget.